Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Slajhó Zénó vagyok, főtémeink néhány mondatban. Beteg gyerekek gyógyítására szerveznek gyűjtést, a pécsi vásárcsarnokhoz várják a segítőket a kereskedők. Kiváló segédcentrum lett az idegsebészeti klinika Pécset, a Parkinson-kor kutatási eredményei meghozták a sikert. Közvetlen kapcsolat, fejlődő település, irodát nyitottak Mohácson. 250 éves a Klimó könyvtár, állandó kiállítást nyílt több száz éves könyvekből. Összefogtak a pécsi vásárcsarnok kereskedői és két Duchenne-szindrómás beteg kisfiú javára szerveznek gyűjtést. A betegség gyógykezelésére külföldön van lehetőség. A terápia több mint 1 milliárd forintba kerül átszámítva. A pécsi kereskedők gyermeknapot szerveznek június 15-ére, ahol adománygyűjtésre is lesz lehetőség a vásárcsarnok előtti téren. Nemes Marcell vagyok, egy izomsorvadás beteg 4 éves kisfiú. Szüleimmel keresünk 300 ezer embert, aki utalna nekem 4500 forintot, hogy felnőhessek. Ez olvasható az NM Izmok Gyógyulásaért Alapítvány közösségi oldalán. 1 milliárd 350 millió forint lenne, ha tényleg adna 300 ezer adományozó 4500 forintot fejenként. Ennyibe kerül Marcell ritka betegségének gyógykezelése. A pécsi vásárcsarnok kereskedői úgy döntöttek, ők is segítik a gyűjtést. Marcell mellett még egy beteg gyermek gyógyulására gyűjtenek. Kettő kisfiúról van szó, az egyikük komlói, a másik pécsi, mind a ketten Duchenne-szindrómában szenvednek. Ez egy nagyon-nagyon csúnya betegség, 3600 gyerekből egy, aki szenved tőle átlagban, de talán egyrészt szerencsések azok, akik emiatt nem érintettek, viszont nagyon szerencsétlenek azok, akik érintettek, mert borzasztó drága a kezelés, és semmiféle támogatása nincsen, úgyhogy megpróbálunk segíteni, amennyire a lehetőségeink engedik. Mintegy 25 kereskedő fogott össze, és segítő szervezetekkel közösen rendeznek egy gyereknapot június 15-én. Társadalmi szerepvállalás címén is megpróbáljuk megmutatni, hogy többre is képesek vagyunk annál, mint hogy most mi magunk csak összegyűjtünk egy kis pénzt, és talán sikerül felhívni erre a szörnyű betegségre másoknak a figyelmét is. És akkor egy ilyen kisebb rendezvényt terveztünk ide a vásárcsarnok előtti térre. A reggel mazsorettes lányok fognak nyitni 9 órakor, veteránautó kiállítás lesz, tűzoltóautó és rendőrautó, illetve rendőrmotor bemutató, arcfeszítés lesz a gyerekeknek, illetve csillámtetkót csináltathatnak maguknak, meg egy mini kresszpark lesz, és egyéb kisebb-nagyobb attrakciók a számukra. Adománygyűjtőpontokat is felállítanak, így a felajánlásokból és a készpénzes adományokból szeretnének hozzájárulni a gyógykezelésük finanszírozásához. Jótékonysági vásárok lesznek különböző termékekkel, sütemények, bor, stb. Különböző felajánlások vannak, és reméljük, hogy eredményes lesz ez is. Plusz még készpénz is lehet. Igen. Hát lesznek adománygyűjtő ládák, illetve mind a két kisgyereknek külön alapítvány gyűjti az adományokat, és oda átutalással is lehet adományozni. Úgyhogy azt tervezzük, hogy ezeknek az alapítványoknak az elérhetőségét föltüntetjük az üzleteken is, és ez hosszabb távon kint fog maradni, hogy aki kedvet kap a jótékonykodáshoz, az meg tudja tenni. Az eseményen az érdeklődők többet megtudhatnak a betegségről, a segítségre szoruló gyerekekről. A kicsik szülei biztosan jelen lesznek a pécsi vásárcsarnok elé tervezett eseményen június 15-én, tudtuk meg Varga Istvántól. Kiválósági centrum elismerésben részesült a Pécsi Tudomány Egyetem Klinikai Központ Idegsebészeti és Neurológiai Klinikája. Az elismerést a Parkinson-kór és a fájdalommal kapcsolatos gyógyító tevékenysége kutatási eredményei alapján ítélték oda a klinikának. Az ünnepélyes átadót a pécsi orvoskaron szerdán tartották.
Kiválósági centrum elismerést adott a Boston Scientific Corporation vezetősége a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ idegsebészeti és neurológiai klinikájának. Ezt a Parkinson-kórral kapcsolatos gyógyító tevékenysége, valamint kutatási eredmény alapján ítélték oda a Pécsi klinikának. Az amerikai orvosbiológiai biotechnológiai vállalat mély agyi stimuláló rendszerének beültetésével, alkalmazásával jelentős áttörés lehet elérni a Parkinson-kór gyógyszeresen már csak korlátozottan kezelhető késői fázisának a terápiájában. A kutatás az a jelen amerikai gyártócéggel kapcsolatos, amelyik mozgászavarokra irányul, főleg disztónia, ez egy izomgörcsel járó betegség, illetve végtag remegésekkel kapcsolatos kutatás, ami egy nagy európai összefogás részeként a Pécsi Egyetem is részt vesz ebben, amiben adatokat gyűjtünk össze arra vonatkozóan, hogy elég ritka kórképeket kezelünk, és nagy számú beteganyagot csak így tudunk összegyűjteni, ha Európából több centrum is csatlakozik ebbe az adatgyűjtésbe. A kutatás folyamatban van, 4-5 éve zajlik, tette hozzá dr. Balázs István, az idegsebészeti klinika docense. Az adatok mennyiségétől függ, hogy hány évig fog tartani. Ez jelenleg úgy tűnik, hogy Európában a Pécsi Egyetem az első három helyezett között szerepel a bevitt betegek létszámát tekintve. Tehát vannak bizonyos kórképek, amikből kimondottan itt Pécset nagy számban tudunk műtétileg kezelni betegségeket. Az amerikai cég által odaítélt elismerésnek feltételei vannak. Nagyon fontos, hogy a betegeket megfelelőképpen ki tudjuk válogatni, kik azok, akik alkalmasak erre a műtétre. De ez csak egy része a történetnek. Ugye meg kell határoznunk a műtétek területéhez szükséges célpontokat, hogy melyik betegségnél milyen célpontot ingerlünk az agyban. És ezen kívül az oktatás, a gyógyítás és a kutatás hármasa érvényesül, tehát mi nemzetközi tréningcentrumként is üzemelünk ezeken a szakterületeken, tehát Európából több országból érkeznek hozzánk résztvevők, akik itt tanulják meg ezt a technikát és sajátítják el az ezzel kapcsolatos kivizsgálást és az eszközök ismeretét is. A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ neurológiai klinikája volt az első, amely bevezette Magyarországon az agyi területek térképezésén alapuló programozást. Az ország legnagyobb stimulációs központjaként 2010 és 2022 között több mint 700 beteget kezeltek Pécsen. Dr. Kovács Norbert professzort, a neurológiai klinika igazgatóhelyettesét és dr. Balázs Istvánt, az idegsebészeti klinika egyetemi docensét külön is kitüntették. Rövid híreink következnek. Orbán Viktor világossá tette a NATO főtitkárának, hogy nem akarunk részt venni mások háborújában, hangsúlyozta a közösségi oldalára feltöltött szerdai videójában a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Mencer Tamás leszögezte, hogy a miniszterelnök ismét megvédte a magyarok érdekeit. Mint fogalmazotta, a NATO az elmúlt hetekben óriási lépésekkel indult a háború felé. Az Észak-Atlanti Szövetség akarja irányítani a fegyverküldést, a katonák kiképzését és a szervezet óriási pénzeket, összesen 100 milliárd eurót akar belepumpálni a háborúba. Kiemelte, hazánk ebből ki akar maradni. Hozzátette, a magyar emberek világos döntést hoztak vasárnap, ez nem a mi háborunk, mi békét akarunk. A Dél-Dunántúli vízügyi igazgatóság területén jelenleg a legalacsonyabb elsőfokú árvízvédelmi készültség van érvényben a Duna-Mohácsi szakaszán. A Dunán-Mohácsnál elindult a tetőzés, amely a prognózisok szerint napokig is eltarthat. Az apadás lassú és elhúzódó lesz, tartósabban az elsőfokú készültségi szint felett marad a vízállás. A levonuló árhullám lakott területeket továbbra sem érint majd. A Dráván is hasonlóan elhúzódó magas vízállásra lehet számítani az alsó Dráva-Szabolcsi szakaszon. Az előrejelzések szerint a hétvégén a második fokozatot is megközelítheti a vízszint. Új irodát nyitott hazánk egyik vezető biztosítási társasága Mohácson. A Dunaparti település előtt álló fejlődési pálya erősebb jelenlétet igényel, mondták a megnyitón. A társaság a biztosítási és a banki szolgáltatások nyújtásában fontosnak tartja a közvetlen, személyes találkozásokat az ügyfelekkel. A városnak a szolgáltató város koncepciója, hogy élhetővé tegyük azt, amit mi létrehoztunk.
Ebbe illeszkedik a Grupama biztosító irodanyítása Mohácson, mondta a település polgármestere szerdán. A Dunaparti városnak fontos szerepet szán a szolgáltató cég baranyai vezetése. Láttuk, hogy milyen fejlődés zajlik Mohácson. Mennyi olyan fejlesztési projekt lát majd napvilágot a következő években, ami számtalan üzleti és emberi lehetőséget vonz magával. Úgy döntöttünk, hogy az első dél-dunántúli jelentős fejlesztési lépést a Grupama itt Mohácson fogja végrehajtani. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen teszt jellegű, egy kirakat jellegű munkának is tekinthető, egy próbának a mi részünkről. Hiszen itt a feladat az volt, hogy egy teljesen új helyen, a város központjában egy perspektívikus üzlethelyiséget hozzunk létre. A sétáló utcán találtak megfelelő helyiséget, amit az önkormányzattól bérelnek. Itt többféle szolgáltatást nyújtanak az ügyfeleiknek a biztosítási ajánlatok mellett. Banki termékkört is tudunk biztosítani, közvetíteni az ügyfélkörünk számára. Egyébként ebben az együttműködésben az OTP Bank, ami stratégiai partnerünk most már nagyon régóta. Tehát ami az OTP Banknál lakossági hitel oldalról, számlavezetési oldalról elérhető, azt mondható, hogy gyakorlatilag a Grupama biztosítóba is elérhető, de ami talán még legalább ennyire fontos, hogy pár éve egy új nagy fába vágta a Grupama fejszéjét, ez pedig a befektetési pénzeknek a profi, biztonságos és kiszámítható kezelése. A társaság 35 éve van jelen hazánkban, és mintegy 2 millió ügyfelükkel mára a piac egyik legmeghatározóbb szereplőjévé váltak. Kimondott céljuk, hogy az online ügyintézés mellett lehetőséget biztosítsanak a közvetlenebb, személyes ügyintézésre is. Ezt a céljukat erősítik a mohácsi irodanyításukkal. Régi könyvek titkai címmel kiállítás nyílt a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Klimó könyvtárának aranytermében. A több mint 35 ezer kötetet őrző 250 éves Klimó könyvtár új állandó kiállításának megnyitóját kedden tartották. A Klimó könyvtár története mindig is egy állandó kiállítást jelentett. A különböző termekben időszaki és állandó kiállítások folyamatosan jelen vannak, azonban most a 250. évfordulóra megújult a könyvtár. A könyvtárat 1774-ben Klimó György püspök alapította, mondta Szeberényi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont főigazgatója az ünnepi megnyitó alkalmával. Akkor ez egy 8000 kötetnyi állomány volt, amikor 1920-as éveknek az elején Zizsi Gyula püspök átadta ezt a könyvtárat az egyetem használatába, akkor egy 35 ezeres állomány volt a könyvtárnak az állománya, és erre épült az egyetemi könyvtárnak a későbbi gyűjteménye. Maga a jelentősége ennek könyvtörténeti, meg kultúrtörténeti és Magyarországon belül megkifejezetten egy unikális helyzet, ugyanis ez az első nagy nyilvános könyvtár a Magyarországnak. 1774-ben Klimó György püspök ezt azért nyitotta meg, hogy mindenki hozzáférjen szabadon. Tehát ez egy teljesen mai értelemben vett nyilvános könyvtári funkciókat már betöltő könyvtár volt. Ugyanakkor maga a könyvtár egyetemi céllal állt össze. A püspökök gyűjtötték, tartották karban időről időre az értékes köteteket, irodalmat. Maguk a könyvtárosok, vagy könyvtárőrök, ahogy akkor hívták ezeket a szakembereket, ezek is azoknak a szakmai kvalitásoknak feleltek meg, amiknek ma egy kutatástámogató könyvtárosnak kell megfelelni, csak persze mindig az adott kornak a színvonalán tudták ezeket a feladatokat ellátni, és a gyűjtemény is messze az adott kornak a színvonalán volt a mindenkori tudományosságnak a maximumán. Az egyház és a kultúra mindig jobban volt, ezért a kereszténységnek van kultúra alapító szerepe is. Az európai kultúra, az keresztény kultúra, mondta a megnyitón Simon Wagner István, pécsi püspöki bíróság helyettes bírósági helynök, a Pécsi Szent Ferenc plébánia plébánosa. Kidolgozott egy tervet, egy tudományos kultúra támogató tervet, melynek részeként de átvette a káptalani papír malmot, támogatta az 1773-ban Pécsre települt Engel János József nyomdász, Koller Józsefet is ide hívta, aki elvégezte a Klíma könyvtárnak az első katalogizálását, Rómában pedig felkutatta a középkori pécsi egyházmegye iratait, tudós papokat hívott az egyházmegyébe, hogy majdan ők is professzorok legyenek az alapítandó egyetemen, és ennek a tervnek a keretében iktatódik, vagy annak a része, az, hogy az 1700-as évek elején, még mielőtt a könyvtárat megnyitotta volna a köz számára,
egy otthont is teremtett ennek a gyűjteménynek, ez a palotában van. Az állandó kiállítás ünnepélyes megnyitóján köszöntött mondott Boda Miklós irodalomtörténész könyvtáros is a Klímó könyvtár aranytermében. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. 60 négyzetméteres hétvégi ház égett szerdára víradó Északa-Szigetváron a Baradülőben. A tűzoltókat 4:15-kor riasztották a tűzesethez kiérkezésükkor. A tetőszerkezet és több helyiség is égett. Az épület felújítás alatt állt, így a falfödémen kívül csak fólia fette a tetőt. A tűz más épületet nem veszélyeztetett. A Szigetvár és Selyei hivatásos tűzoltók eloltották a tüzet, amely vélhetően elektromos meghibásodás miatt keletkezett. Senki sem tartózkodott az épületben, személyi sérülés nem történt. Megcsúszott a vizes úton, majd szalagkorlátnak csapódott, és közel 50 méter csúszott egy személyautó hétfő késő este az M60-as autópályán a Babarci lehajtó közelében. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint az autóban csak a sofőr utazott a késérülések nélkül, önerőből elhagyta a járművét. A mohácsi hivatásos tűzoltók biztosították a helyszínt és áramtalanították a gépjárművet. A kocsi elfoglalta a belső sávot, így a műszaki mentés idején rendőri irányítás mellett egy sávon haladhatott a forgalom. Június 28-áig évféli nyitvatartással várja az egyetemi könyvtár az esti és éjszakai tanulást választó hallgatókat. Hétfőtől péntekig 20 és 24 óra között, szombaton és vasárnap 18 és 24 óra között a könyvtári szolgáltatások szünetelnek, az olvasók kizárólag a második emeleten tartózkodhatnak, ahol az olvasói terekben és a tanulófülkékben van lehetőség a tanulásra. Továbbá a fénymásológép és a nyomtató használatára, illetve önkiszolgáló kölcsönzésre az automata kölcsönzőberendezés használatával. Könyvvisszaadásra a földszinti automata készüléknél a regisztráció jobb oldalán van lehetőség. Az ügyeleti időszakban a hagyományos könyvtári szolgáltatások szünetelnek, csak tanulásra van lehetőség. A régió híreivel folytatjuk. A teveli németek, székelyek és felvidéki magyarok együttélését jelképező megbékélés és összetartozás emlékművének avatásán járt stábunk. Az itt álló szobor emlékeztessen bennünket arra, hogy történelmünk legnagyobb viharaiban egyedül az összefogás ereje volt képes megtartani bennünket, hangzott el Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolnavár megye országgyűlési képviselőinek beszédében. Az emlékmű, amelyet Pál József teveli és Erb József németkéri plébános áldott meg a 18. században megtelepült németek, a II. Világháború után letelepített székelyek és felvidéki magyarok közti megbékélési folyamatnak állít emléket. Talán egyedülálló az az emlékmű, ami itt található most már Tevelen. Most avattuk ezt fel. A három népcsoportnak, az itt élő németeknek, székelyeknek és felvidékieknek állít emléket. Azoknak az embereknek, akik ide kerültek meg, akik most is itt élnek. Ezen három népcsoportnak is a története mutatja meg azt, hogy mi magyarok csak a békét tudjuk megnyerni, a háborút sohasem. És ezért kell vigyáznunk arra, hogy a világunkat meg tudjuk őrizni. Számunkra más járható út nincsen, mint a béke. A teveli születésű Fischer József volt a megálmodója és mozgatórugója a kapuszobor létrejöttének. Itt a jelenlegi emlékmű egyik oldalán volt az édesapjának a szülőháza, másik oldalán az édesanyjának a szülőháza, és régóta megfogalmazódott benne, hogy kellene méltó emléket állítani ennek a történetnek. Természetesen én elmondom, hogy szerettük volna, ha ő nyilatkozik, de azt mondta, annak ellenére, hogy túl van a 6. X-en, azért még olyan érzelmi élményei vannak, hogy ő nem szeretne, illetve nem tudna könnyek nélkül beszélni. Az alkotás székely kapura emlékeztet, melyet egy sváb parasztház faragott oszlopa tart, és felvidéki magyar hímzés motívumokkal díszített. Megfogalmazódott benne, hogy mi lenne, ha egy megbékélés emlékművet hoznának létre, és nagyon pozitív fogadtatásra talált.
A Petőfi utcai feszület mellett elhelyezett megbékélés és összetartozás emlékműve több mint felét a magyar kormány biztosította, és a fennmaradó 4 millió forintot pedig 90 magánszemély, civil szervezetek, illetve önkormányzatok adták össze. A Mösi lovaspálya két napra megtelt versenyzőkkel, ugyanis június 8-án és 9-én rendezték meg 31. alkalommal a lovasnapokat. A nagy hagyománnyal rendelkező viadal idején is izgalmas pillanatokat tartogatott. Fogadnak, start. Virág József szervező mondta el a kétnapos rendezvény részleteit. A szombati napon kombinált akadályhajtás, illetve gyerekügyességi verseny zajlik a mai napon, vasárnapon a kettes fogatók Dél-Dunántúli, illetve a Tolna vármegyei bajnokság fordulói zajlanak, póni, kettes, egyes fogat és C-kategóriás kettes fogatok mezőnyének. Minden versenyszám kvalifikálja versenyzőket az OB minősítőkre, ami a C-kategóriásoknak az idén Mékúton lesz, és októberben pedig itt nálunk lesz egy igen rangos kombinált és póni kettes, illetve egyes fogathajtó döntő. Külön öröm volt a rendezők számára, hogy a szombati napon helyi sikereket is ünnepelhettek. Cseh László egyesületünk versenyzője lett a második. A kombinált mezőnyben az ügyességi 8 kategóriában is lettek az egyesületünknek olyan versenyzője, akik a dobogó, képzeltbeli dobogó felső fokára felállhattak. A mai napon jelenleg még zajlik a verseny. Hát eredményt most még nem tudunk mondani, de nem állunk rosszul. Úgy gondolom, hogy az időjárás is eddig kegyes hozzánk, és hát hajrá! Több fiatal is akadt a mezőnyben. Nagy Gréta egy 5 éves lipicai és egy 7 éves lipicai félvérrel állt ki a pályára. Hajtottam ma is egy bemutató hajtást, 13 éves vagyok, és tavaly kezdtem el ezt az egészet. Természetesen a pónik is helyet kaptak a Mösi pályán. A legtöbb nevező beleszületik a lovasok életébe. Így történt ez Böller Péterrel is. T-Boy és Bella volt a két társa a megmérettetésen. Hát ez nálunk családi hagyomány. A szülők, nagyszülőktől örököltük ezt a lószeretetet. A lovas sportok szerelmesei kitartóan hajtottak a pályán, nem csak saját maguk, de a közönség örömére is. Harmadik alkalommal tisztították meg a tóparti területeket Balatonszemesen. Ezúttal egy nemzetközi programhoz kapcsolódtak, amely 8 országban egy időben zajlott. Az önkéntesek több kilométernyi partszakaszt jártak végig, hogy a nádasokat, befolyóárkokat és a kövek közötti területeket is megtisztítsák a hulladéktól. Itt minden csikek, fékbetétek, üres palackok, meg minden, amit tudok. A legkülönbözőbb hulladékok kerültek elő a partmenti területeken Balatonszemesen. Az önkéntesek fontosnak tartják az ilyen akciókat. Ez már a harmadik alkalom, és én másodszor vagyok itt, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez minden embernek kötelessége lenne, de hát mivel kiadják, így muszáj valamit csinálni, és össze kéne szednünk ezt, és szerintem ez fontos így mindenkinek. A legfiatalabb aktivista mindössze 2 éves volt, testvérével és anyukájával együtt gyűjtötték az eldobott szemetet. A gyerekek otthon is azt a példát tanulják, hogy nem szabad szemetelni. Anya utálja a szemetet otthon is. Mindig rendbe kell raknom a szobámat minden héten. De ez jó, nem? Hát, kicsit unalmas rendbe rakni, de egyébként utána a végeredmény jó. Az esemény szervezője az a Rózsavirág, akinek tevékenységére már számos nemzetközi szervezet is felfigyelt. Őszintén nagyon büszke vagyok erre, főleg arra, hogy jelenleg egy francia és egy amerikai egyesülettel dolgozok együtt. Innen is jött, hogy ez a közös szemétszedés. És jelenleg a mai napon, ugyanebben az időpontban 8 országgal együtt szerveztük meg ezt az eseményt. Egykori általános iskolai tanára is az első hívó szóra érkezett, hogy segítsen. Szerinte a fiatalok jó részének fontos környezetének védelme, de az alapokat otthon, az iskolában és abban a közösségben sajátítják el, ahol élnek. Mindenki úgy gondolom, hogy egy picit otthonról is hozza ezt, hogy hogyan áll ehhez az egészhez. A környezete az, hogy ha látja, hogy nincs szemét, akkor nem fogja eldobni. Hogyha így tudatosan próbáljuk meg nevelni őket, akár az iskolában, akár otthon,
akár a környezetében ezt látja, akkor mindenféleképpen ebbe az irányba fog ő is elmozdulni, és akkor már egy kicsit nyertünk. Az önkéntesek hosszú, több kilométernyi partszakaszt gyalogoltak végig, szemét után kutatva. Szerintem ez simán volt egy ilyen 2 kilométer, legfőképpen mi most a móló körül jártunk, azon is belül az építkezések környékén, hát hogy ne mondjam, eléggé szemetes volt, főleg ott a nádasok között, mindent is találtunk. Műanyagtól elkezdve nagyon sok ilyen mikroműanyag van, ami hát főleg így a legrosszabb, az felszedni, az a legmacerásabb, mert nagyon sok hungarocellt találtunk. Az önkéntesek 2 óra alatt megtisztították Balatonszemes partszakaszát, jutalmuk pedig a jó érzés és az elismerő mondatok mellett egy közösen elfogyasztott ebéd volt. Kiradunk végén, maradj egy témáim még egyszer röviden. Beteg gyerekek gyógyítására szerveznek gyűjtést, a pécsi vásárcsarnokhoz várják a segítőket a kereskedők. Kiváló segédcentrum lett az Idegsebészeti Klinika Pécset. A Parkinson-kor kutatási eredményei meghozták a sikert. Közvetlen kapcsolat, fejlődő település, irodát nyitottak Mohácson. 250 éves a Klimó könyvtár, állandó kiállítást nyílt több száz éves könyvekből. Csütörtökön is még gyakran erősen megnövekszik a felhőzet. Nyugaton, északnyugaton csak néhol alakulhat ki eső, zápor. Kora reggel 13-16, napközben 20-24 fok várható. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!